Télen és tavasszal szinte teljesen megfeledkezünk róla, hogy szúnyogok is léteznek a világon, nyáron ezért a keveset is soknak érezhetjük. Az idei év jóval csapadékosabb volt, mint a tavalyi, így a szúnyogoknak több lehetőségük volt szaporodni is. Hiszen elsősorban nem a nagy, nyílt vizekhez kötődik ez a folyamat. A vérszívók jobban szeretik a kisebb pocsolyákat, tavakat, széthagyott műanyagpalackokat, vagy az autógumikat, vagyis mindent, amiben megállhat az esővíz. A szúnyogoknak nem csak pocsolja kell a szaporodáshoz, hanem táplálék is, de kizárólag a nőstény egyedek táplálkoznak vérrel. A szúnyogcsípés többnyire kellemetlen, különösen, hogyha az ember kimegy egy alkonyati időben horgászni, vagy egy jó bokros vízpartra, ilyenkor valóban nagyon kellemetlen lehet, bár azok a pici megjelenő duzzadt foltocskák, azok semmilyen kockázatot nem rejtenek magukban. Ami létező kockázat jelen pillanatban, az inkább a fonálférgek, és erre is inkább leginkább a kutyák azok, amik különösen fogékonyak. Ez bizonyos esetekben nagyon komoly szövődményekkel, ritkán halállal is járhat a kutyák esetében. Az igazi veszélyt az jelenti, hogy a klímaváltozással egyre melegebb a nyár Magyarországon is. Így azok a szúnyogfajták, amelyek veszélyesebb kórokozókat hordozhatnak, északabbra és délebbre is terjednek. Nagyon jó kis együttműködést alakítottak ki a szúnyogok az úgynevezett flavivírusok csoportjával. Ez nagyon-nagyon sok különböző betegséget okoz, usutuláztól kezdve a chikungunya lázig, dengulázig, de például az elhíresült zika vírust is terjesztik. Ami egy picit közvetlenebb veszély, a malária. A maláriát azt az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején maláriamentes régióvá nyilvánították Magyarországot is, tehát addig volt malária típusú megbetegedés, most már nincs. Viszont a klímaváltozással elképzelhető, hogy azok a szúnyogok, akik hordozzák a plazmódium fajokat, az egy kis egysejtűek, amik okozzák ezt a betegséget, azok elképzelhető, hogy előbb-utóbb megjelennek nálunk is. Ráadásul az emberek egyre többet utaznak, ezzel pedig olyan területekre is eljuthatnak, ahol maláriával fertőződhetnek, és a hazaérkező hordozók másodlagos fertőzéseket okozhatnak. Védekezni szúnyoghálóval lehet. A szellőzést úgy biztosítsuk, hogy a szúnyogoknak minél kevesebb, pici rés maradjon, ahol a lakásba kerülhetnek. Tartsuk tisztán a környezetünket, ne hagyjunk elő olyan edényeket és tárgyakat, amikben megállhat a víz. Bár a napjainkban használt kemikália valóban gyéríti a szúnyogokat, számos más ízátlábút is elpusztít, ami komoly ökológiai veszteséget jelent.